Őr újra a parfümőrültek, ma megnézzük milyen a sziklakötő a Zoology Store. Két verziója van a parfümnek, van a 2017-es, illetve a 2021-es kiadása. Ezt a parfümöt, pontosabban ezt a sample-t a Bloom Perfumes-től rendeltem. Linket kaptok majd a videó alatt, ahonnan be tudjátok majd szerezni mind a Zoology Store, mind pedig a Bloom Perfumes-től a mintát. Ez a minta, ami a kezemben van, ez a 2017-es kiadása a parfümnek. Ez egy unisex illat, viszont mivel rengeteg virág van a parfümben, ez inkább egy női oldalra elhajló unisex illat. Első felfújás követően szerintem az első, amit meg fogsz érezni, ezek gyengédebb virági illatok, illetve citrus, és mint hogyha egy ilyen meleg napon az eső elháztatta volna a rétet, ami tele van virágokkal, és még szinte friss a virágok szirmain az esőcsepp. Tehát kb. Egy olyan feelinget ad, viszont van benne nagyon-nagyon jó citrus vibe. Ide felfújtam a parton körülbelül egy olyan fél órája, itt már azért érezni a nehezebb virágokat. Van benne íris, lótus, cseresznyevirág, és van benne egy alkotóelem, amit istenítenek, illetve az egekig magasztalnak, viszont én jelenleg nem érzem, lehet csak az én orromnak nehezen felismerhető, de egyáltalán nem érzem benne a rist. Ezt említsatok nagyon-nagyon agresszív és állatias projekcióra. Meglepő módon ez a parfüm hasonlítva az előző Zoologist illatokhoz, mint például mondjuk a T-rexhez vagy a Hummingbirdhez és a Kolibrihez, ez kicsit közelebb ül a bőrhöz, tehát annyira nagyon nem lengi be a teret. Minden Zoologist illat azzal a céllal, illetve azzal az ötlettel lett kreálva, hogy bemutassa a természetes élő közegét azoknak az állatoknak, melyeket az üvegeknek az elején láttok. Tehát ebben az esetben a szitakötő természetes élő közegét vették alapul, és innen szedtek, illetve innen választottak olyan elemeket, illetve olyan illatokat, amelyeket a parfümhez használtak. A hivatalos honlapon megtaláljátok úgymond a háttérsztoriát, vagy az iklet sztoriát a Dragonfly-nak. Most a szitakötő ezen verziója $175 kerül, egy 60 ml-s EDP kiszerelés, ami szerintem mondjuk nem egy rossz ár, viszont ne felejtsük el, hogy ez az újraformulált verziója, és sajnos ez a parfüm emlékeztet engem legalábbis egy olyan designer illatra, ami hát ennek az árnak a töredékébe kerül. A korábbi videókban már említettem, hogy ritkán találkoztam, pontosabban eddig nem nagyon futottam bele olyan parfümökbe, melyek hasonlítottak akárcsak nyomokban is az Zoologist illataihoz. Na most ebben az esetben, az újraformulált szitakötőnél sajnos van egy olyan illat, ami azt nem mondom, hogy 100%-ig megegyezik a parfümmel, viszont eléggé hasonlít rá. Ezt a parfümöt pedig meg fogjátok tudni szerezni az 50 ml-s EDP verzióját, jóra egy ilyen 40-45 dollárért. Ha magát az illatot már kipróbáltad és tetszik, viszont nem akarsz kiadni érte egy zsák pénzt, akkor ajánlom figyelmedbe a Versace-től a Versace-t. Ez nem egy unisex parfüm, ez kifejezetten nőknek készült, és a parfüm felépítése mondjuk úgy, hogy nyomokban hasonlít a szitakötőjére. Ez is egy főképpen inkább egy könnyedebb, virágos, citrusos kezdéssel indít, majd miután belépnek a szívillatok, itt már megjelennek a virágok is kicsit nehezebb dózisban, majd pedig az alapillatok között megtaláljuk a picit nehezebb cédrust, illetve a szantálpát is. Ha viszont mégis a szitakötőnél szeretném maradni, és az új verzióját szeretnéd beszerezni, tartsd észben, hogy ez a parfüm szemben megint csak a többi Zoologist illatokkal, ez annyira nagyon nem lesz tartós. Számtalan olyan parfümöt készített már ez a niche brand, amely tényleg egy egész napig simán kitart egy vagy két felfújással, ez nem olyan illat lesz. Fontos megemlíteni azt, hogy ha be tudjátok szerezni a 2017-es kiadást, tudjátok azt, hogy ez egy púderesebb, krémesebb verziója lesz az újra formulált parfümnek. Nekem a két illat közül a régi jobban adja, már csak azért, mert szerintem nem hasonlít annyira a Versace-ra, a Versace-tól, és inkább egyedibb az illat, mint az új verziója. Elég sokan elkezdték kritizálni a parfümházat, ugyanis nagyon sok díjnyertes illatuk van az elmúlt 5-6 évből, és egyre inkább látszik az, hogy meglepő módon próbálják követni úgymond a trendeket, és ahelyett, hogy inkább egyedi illatokat készítenének. Ez fiataloknak egyáltalán nem tudom ajánlani, tehát nem egy csajos parfüm, ez egy női parfüm. Dióiban ez egy nagyon jó virágos, picikét púderes, akvatikus illat, ami az első 2-3 órát követően eléggé intimé válik. Tartóságát tekintve, hogyha elkérnek érte $175 egy 60 ml-s kiszerelésért, egy EDP parfümnek pumpálnia kellene szerintem legalább egy olyan 5-6 órát.
Míg a régi, a 17-es egy szerintem púderesebb egy kicsit és erősebb benne a virág, addig a 21-es verziója az újra gondolt verziója, ez akvatikusabb. Valószínűleg erre azért került sor, mert talán a nagy közönség jobban tudja emészteni ezeket a könnyebb, illetve könnyebben feldolgozható illatokat. Én, mint férfi, ezt a parfümöt én nagy örömmel érezném egy nő. Ha évszakot kell választani, a parfüm szerintem inkább a melegebb évszakban szuperál jobban. Az új benziója 21-es jobban nyáron, míg nagyon meleg napokon szerintem a régit, hogyha be tudjátok szerezni, azt lehet érdemes hanyagolni, mert túl sok lehet a virág. A korban kell gondolkodnom, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen 25-től vagy 30-tól durván fölfelé. Viszont ha maga az illat tetszik, de nem akarsz érte ugyanannyit kiadni, akkor hagyok nektek majd linket a videó alatt, ahol be fogjátok tudni szerezni majd a Versace-t a Versace-tól. Én köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a Szitakötő, vigyázzatok magatokra, sziasztok!